Ugye sorba rakom, igen. Nem így. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban erről a könyvsorozatról lesz szó, kicsit megspékelve, ha sikerül. Szóval ez a sorozat nem más, mint Nicholas Barrow-tól. Elvileg ez ilyen franciás név, és nem tudok franciáról, hogy semmi franciás kiejtésem nincs nagyon. Tőle a Nő mosolya című sorozat, aminek az első része a Nő mosolya. A második része, ami idén februári megjelenés, a cseresznyevirágzás. Igen, ennek amúgy nagyon tetszik a borítója, csak kicsit befénylik. Illetve ennek a kettőnek egy ilyen kis nagyon szösszenetnyi előzmény története a Szerelem receptjei. Ezt a sorozatot a Park kiadótól kaptam recenzióba, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, és ez egy ilyen főzőcskézős, párizsi, romantikus könyvsorozat. És pont ezen okból kifolyólag, minthogy az egyik főhősünk, Aurélie, azt hiszem így kell kimondani a nevét, legalábbis remélem, neki van egy étterme, amit nem tudok kimondani, hogy hogyan kellene, úgyhogy nem is próbálkozom. És végül is őt követjük, illetve Andrét, aki meg egy főszerkesztő egy kiadóban. Ezen okokból kifolyólag ennek a sorozatnak elég központi eleme egy bizonyos könyv ebben az első részben, illetve ez az étterem és egy nagyon-nagyon sok francia étel és mindenféle fogás van benne felsorolva, amiknek a feléről azt se tudtam, hogy micsodák. És mivel ezek a könyvek olyanok, hogy ezekben vannak receptek, ezért arra gondoltam, hogy úgy fogok én erről a sorozatról mesélni nektek, hogy közben egy-két receptet elkészítünk apával. Aztán meglátjuk ezt, hogy sikerül, és a végén lehet, hogy csak visszakerülök oda, hogy kamerról a simán bejelentkezem, de szóval arra gondoltam, hogy miközben főzőcskézünk, közben én így elmesélgetek dolgokat erről a sorozatról, és közben meg is főzzük a benne lévő receptet. Igazából ebben ennek a könyvnek a végén van egy menü, ami a könyvben nagy szerepet játszik, de nincs ez az Isten, hogy ehhez én egyetlen tudjak hozzávalókat szerezni. Azt se tudom mindenről, hogy micsoda. Valamelyikhez kellett valami olyan dolog, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda. Viszont itt van ez az előzmény történet, aminek az a különlegessége szerintem, hogy körülbelül félúton ott jönnek be ezek a menük, és ez itt mind-mind recept, és itt láthatjátok a kis cetliket, vagy nem látjátok a kis cetliket. Igen. Az a három recept, amit bejelöltünk apával, hogy az olyan elkészíthetőnek és beszerezhetőnek tűnik, és nem vagyok benne biztos, hogy melyik kettőt fogjuk csinálni. Talán ezt a kakukk fűmészben és fokhagymában marinált csirkecombokat, amihez ma fogjuk megcsinálni a pácolást, és emellé még talán ezt a desszertet megcsináljuk, ami a mennyei málnás flafót is. Nem is próbálkozok kimondani. Úgyhogy elvileg ez a kettő lesz, és akkor közben én majd erről a három könyvecskéről fogok mesélni. És meglátjuk, mi lesz a végeredménye. Apa rendezi a csirkét. Szexi. Na, ezt fogjuk itt elkészíteni. Mi ez? Kakukk fűmészben és fokhagymában marinált csirkecombok. És az elsődleges dolog, amihez kell, hogy apa mossa a pipit. De csak így a háttérben, hogy senki ne legyen rosszul tőle. A nyers húsitól. És ehhez fogunk csinálni egy pácot, és azt ma meg kell csinálni, és abba állni egész éjszaka. Úgyhogy that's the plan. Azaz apu, vágd a csirkét. Most apa bevagdossa a csireszeket. Mert bár a recept nem írja, azt mondta, mi ezt így szoktuk, és én elhiszem neki. Hát mert így a csont mellett biztosan nem fog sületlen maradni. Jól van, apukám. Én mondom, hogy elhiszem neked. Kicsit többet szoktál főzni, mint én. Ez igaz. Fúj. Hát most mi van? Husika. Hát husika. A karfiol darabolása se... A gyengé idegzetűek, ne nézzék meg ezt a videó. Ez ma az elejére. Az új lifehackem. Szalvéta tartó tartja nekem a könyvet. Na, mi? Fokhagyma, olívaolaj, kakukkfű, csilipaprika, méz, chili paprika. Mennyire merjük a chili paprikát? Só, őrölt fekete bors. Chili paprika. Fokhagyma. Semmi nem látszik belőle, ide rakd. Citrom.
Citrom, hol a citrom? Ja, a végén. Mi? Ja, tény. Kezeletlen citrom, mert azt olvastam sírkének. Jó citromot vettünk. Jó van. Mutatom közben a könyvet. Na, amúgy most fogjuk kiméricskelni a dolgokat, csak át kell majd váltanom a fejben, mert négyszeres adagot csinálunk. Igen. Négyszer annyi csirkénk azért van. Azért nem kell hozzá négy citrom. Az jó. Egy helyett. Jó. Okay. Jó. Citrom, fokhagyma, csili. Kakukk. Sós. Hát friss fokhagyma. Most így. Március elején. Ki tudod venni? Viszont én szállítottam. Jó. Na jó, én meg közben fogok erről az első részről mesélni kicsit, mert ez a nő mosolya. Én addig megpucolom a fokhagymát. Jó, te pucold meg nekünk a fokhagymát. Pofázás közül nem tudom mennyire. És mibe keverjem? Hát... A csirkéstárkányba? Abba kellene keverni, amiben bele fogjuk tenni. Gondoltam, hogy ezt fogod csinálni. Kéneteket. Jó, na szóval kell nekünk az a bögre olívaolaj. Ez nekem gyanúsan hangzik. Hát figyelj, azért az egy gyakorlatilag 2 kiló csirke comb lett, amit ott összehoztunk. Ó, mekkora kések vannak itt. Ekkor nem kell. Ez is jó lesz. Jó. Hát hozd ki, öntsél valamit, aztán mondom, hogy állj. Jó? Jó, mondod. Szóval azt mondod, de jó, szeretem, hogy ilyen sikamlós. Na, de akkor figyelj. Szóval. Szerintem egyelőre ennyi elég. Ja. No, szóval várjál. Közben nézem a másik oldalát is a receptnek. Tisztítsd meg a fokhagyma gerezdeket, magaszd ki apris fel egészen finomra chili paprikát. Karikázz vékonyra a citromot, azt meg tudom csinálni, azt vállalom. És figyelj, csak azt azért mondd el, hogy az egy bögre olívaolaj, ja. Azért azt ne vegyük úgy, hogy a 3,5 decis teásbögrénkkel mérjük ki az olívaolajat. Ez hallatszódik, miközben te mondod, és ugye elmondod te. Jó? De mondom, én gyanítom, hogy az a bögre, az én, nekem de gyanús, akkor... hogy az csak az angol kap akar okay, lenni. Oké, de akkor az mennyinek felel meg? Tudja fene, Emmának van hozzá olyan méricskélőse. De az most nincs itt, ugye? Nem, az náluk van. Na jó, akkor van olívaolajunk, és szedek egy kis, melyikkel, az jó lesz. Az jó, és szerintem, hogy most leelőttem. Hát gondolsz, oda indultam. Ja, bocsi. A kékkel. Hát amelyik neked kézre áll, nekem mindenkivel berabolod. Jó. Na, szóval. Jaj, nekem. Szóval van ez a Nő mosolya című kötet, ami arról szól, most úgy teszek, mint a hozzád beszélnék, mert amúgy fura a citromhoz beszélni. Miért? Nincs azzal semmi baj, hogy egy citrommal beszélgetsz. Hát valóban. Ja. Jó, a vékony az relatív, nekem ez most vékony lesz. Na és akkor van az egyik főszereplőnk, Aureli, akinek van egy étterme, és éppen most dobja ki a faszia. És ezért nagyon szomorú, úgyhogy elmegy sétálni, és talál egy kis könyvesboltban egy könyvet, ami azért fura, mert abban a könyvben szerepel az ő étterme. Azt hittem citromhoz beszél. Nem. Igen. Illetve a főszereplő hölgy abban a könyvben pontosan olyan, mint ő, és akkor ezért elkezdi hajtani az írót, a szerzőt, hogy ez biztos a sors akarata, és hogy ők lehet találkoztak, vagy valami. Égi el, nem tudom, és akkor közben van egy másik szereplőnk, az André, aki meg főszerkesztő egy könyv, nem könyvtárban, mi a neve, könyvkiadónál. És hát szerintem az nem spoiler, mert az egy pár fejezeten belül szerintem kiderül, ugye a harmadik, negyedik Andrés fejezet körül, hogy ez a könyv, amit ez a bizonyos Robert Miller írt, és az Aureli megtalálta, ez igazából az André könyve, mert az André ezt így álnéven írta, amikor a kiadónak kellett egy ilyen könyv, csak nem tud róla senki, kivéve az egyik haverja, akivel ezt így végül is kiötlötték, és most az a csel, hogy ugye nyilván más a név, meg van benne egy ilyen életrajz, meg van benne egy fénykép, amin nem ő van, és akkor neki meg nyilván bejön a csaj, de a csaj meg az írót akarja fölhajtani. És akkor ebből jön egy ilyen, hát az van a bariton, hogy félreértések, tévedések romantikus vígjátéka. Oh. De hogy így igazából az egész arról szól, hogy így a gyakorlatilag egy szerelmi háromszög, amiben csak
két fél van. Na mindegy, és akkor így megy a nagy... Már elkezdem fölaprítani a fokhagymát. Ja, igen. Ezt nem tudom, ezt én nem tudom így most már fölvágni. Majd én mindjárt intézem azt. Jó. Ebben segíthetsz közben. Jó, csak. És akkor nem a citromhoz beszélsz, hanem a fokhagymához. Ez egyre jó, jól van, fokhagymát szeretem. Így a citrom mellett vághatom. Persze, hát is egy... Jó. Jó, na igen. És akkor ez az Aureli, van még idő a kamerában, jó van. Igen, és akkor nyilván ugye így összetalálkoznak, mert hogy ő a szerkesztője gyakorlatilag a Robert Millernek. És akkor így az Aureli neki adja a levelet, amit a szerzőnek küld, és akkor erre így válaszol, meg nyilván az izé nevében is ő ír neki a csajnak, csak így ilyen két személyiséges játékot játszik, hogy a... Mármint a szerző. Hát a szerző az a főszerkesztő. Igen, de akkor ő játszik két személyiséges játékot. Igen, mert hogy a csajjal el akarja hitetni, hogy az író, aki szintén ő ugye, az egy popsi-buksi, hogy inkább a főszerkesztőben legyen szerelmes, és akkor az írót el lehet örökre felejteni. Ez a pasinak a gondolkodás, hogy ő nagyon jól kitalálta, hogy ő majd átveri így idézőjelben a csajt, de hogy így nem tudom, hogy az egész alatt így egyszerűen fordult meg a fejében, hogy ez tutira ki fog bukni. Mármint, hogy ezt nem fogja tudni végigcsinálni, na mindegy. Meg pont anyával beszéltem, meg most olvassa, ugye, hogy ő meg azt nem érte, hogy ez a csaj miért hajtja ennyire ezt a szerzőt. Hát ez pasi hiánya van. Hát jó van. Na igen, szóval nagyjából ez az első könyv, és akkor ennek most jött ki februárban egy folytatása, az a Cseresznye virágzás, amit most nem hozok ide, mert fogok más a kezem, de a bejelentkezésben mutogattam. Az meg már úgy játszódik, hogy ott már egy éve együtt van a csaj meg a csávó. És... De csak összejöttek. Nyilván összejöttek, hát most szerintem ez elég egyértelmű volt. Okay. Hogy a csávó meg akarja kérni a csaj kezét, de hogy azon azért, hogy így nem tudja egyszerűen, sose alkalmas az időpont, meg mindig közben jön valami, hogy az ilyenkor lenni szokott, és akkor végül is ott kezdődik el a bonyodalom, hogy a csajnak az étterminek tévedésből adnak egy Michelin csillagot. Tévedésből? Igen, mert Michelin van egy... csillagot. Van egy ugyanilyen nevű étterem, és elrontják a könyv szerkesztésénél, és a Párizsinak adják oda a könyvben, de hivatalosan ki nem tudom mondani, hogy melyik a város neve. Uh-huh. És akkor így megismerkedik azzal a séffel a csaj, aki kapta, akinek az éttermet kapta. És hát így először rosszba vannak, aztán meg mégsem, mert hogy tök jó szakmai trükköket el tud tőle lesni. És akkor így a... Hogy kell gyorsan fokhagymát darabolni például? Szerintem azt már tudta előre. És akkor a főszerkesztő csávó meg végtelenül féltékeny közben, hogy a csaja a csávóval tölt időt, meg nem tudom, és akkor így folyton azt mondja, hogy már úgy biztos csinálnak valamit, sőt egy ponton még követi is a csajt. Hogy ne csinálnának, főznek? De más, tapa. Ja. Na mindegy, és akkor én pont azt is mondtam, hogy együtt vagytok egy éve, el akarod venni, és akkor ez így... Nekem, ami a képem a stabil párkapcsolatban az, hogy nem gondolom azt, hogy a másik biztos megcsal engem. Csak nem mondja el. Tehát, hogy nem tudom. Szóval nekem az ott fura volt, hogy ennyire ment ez a félték. Tehát, hogy túl volt nyomva nekem az én személyes ízlésemhez ez. Lehet egy kérdésem? Lehet. Értem, hogy ez egy romantikus történet. Igen. De ez ilyen speckolt, lehet, hogy tegyünk bele recepteket és az olvasó hátra föllelkesül és valamelyiket megcsinálja? Hát figyelj, én ez nem tudom ez honnan jött, mert szerintem van másik könyv is, amiben van recept, legalábbis... Hát szakácskönyve. De nem, Emmának is van egy ilyen karácsonyi sztori gyűjtemény, abban is vannak receptek egyébként. De ez, szerintem ennek azért is lehet így, ennek a koncepciójába, hogy ez beleillik, hogy ugye ebben nagyon sok kaja van említve végig. Ja, értem. Meg hogy ugye a csajnak is konyhája van, és akkor vannak ilyen különleges ételei, és akkor az első kötet végén is van két menünyi recept, talán vagy egy menünyi. Van benne ez a nagyon speciális menü, amivel annó a csaj apja magába szerettette az anyját. Ah. És akkor... Szerintem ez valahogy így innen indulhat, mert nagyon sok kaja, tényleg főzés, hát az egy központi. Lehet, hogy ez a fokhagyma, ez
Sok lesz! Nem baj, szeressük a fokhagymát. Szeretjük a fokhagymát. Csak utána nem megyünk távozott a kamerát. Nem megyünk társaságba. Igen, az előfordulat. Hát megpróbáljuk. Na és amúgy igazából én nem teljesen értem, hogy ez a két ember miért lett végül is szerelmes egymásban. Jaj, meg miért vannak együtt. Mert így én annyi ilyen romantikus megszólalást köztük nem láttam. Nem tudom. Igen, akkor a csillit is megcsillogtatjuk. Jó, ezt ne dobjam bele, nem? Hát vagy ne, az hagyd ki a csücsöket. Csücsöket, fölteszem kalap. Jó. És akkor még volt ez az előzmény kötet. Szóval az előzmény történet az meg konkrétan az akkor, hogy ahogy az apuka először megfőzi az anyjának azt a híres menüt, és akkor ebben az a pláne, hogy ez igazából azért van, mert hogy talál egy ilyen könyvet, amiben van egy szerelmi bájtal, és akkor a szerelmi bájtalt is bele akarja főzni. De aztán kéne csip. Csip. És akkor a szerelmi bájtal az végül is, tehát hogy azzal akarja magába szerettetni a nőt. Mondjuk a kaja magában is elég jól hangzott, úgyhogy én már megnyertem volna. Igen, és dolgot. Sikerült neki megnyerni. Ja, hát sikerült, mert lett egy gyerekük. Igen. Vagy, hát valami volt. Igen. A méz nincs még benne. Méz. Só, bors. És mikor szorod rá? A kakukkfüvet. Hát ott, tehát sehol nem ír semmit. Egy csokor friss kakukkfű, akkor az lehet csak díszítés lenne. Nem baj, ez egy picit szorunk bele. Na látod, sehol nem írja semmit. Aha, látom. Csinálja a kakukk füvel, csak legyen kakukk. Ha. Annyi, hogy amúgy ilyen, nem tudom. Végül is, hogy állok ezekkel. Tehát így mindkettő főkötetben az volt a probléma, hogy így ami a fő mozgatórugó volt, az nekem annyira nem tetszett. Vagy hát tudod, ami a bonyodalmat kiadta. Főleg a másodikban annyira keveset kommunikált a két karakter, vagyis hát igazából csak veszekedtek folyamat, de így nem beszélték meg a problémáikat. Amit én alapból nem szeretek. Úgyhogy legjobban ez az előzmény kötet tetszett. Mert ez csak 70 oldalos, és itt elég lényegre térően mentek a dolgok. Meg itt kicsit jobban éreztem, hogy a két karakter miért szeret egymásba. Mert nem tudom, több időt töltöttek el együtt. De amúgy meg tök gördülékeny volt az írás stílusa, meg amúgy tetszett is. Csak maga a sztori kivitelezése az, ami... Aha, az ami volt olyan, ami annyira nem tetszett. Mert hogy, figyelj, Balázs elment próbálni, több mint hármat olvastam, és 170 oldal simán lecsúszott addig. Tehát, hogy amúgy meg nem az volt, hogy fölvettem, olvastam egy oldalt, szenvedtem vele, és akkor letettem. De most tudod, hogy kellett volna ezt a videót csinálni. Vegyél primadonna eszalszűz olívaolajat XXL-est, de csak ebben a bizonyos áruházban. Azt a citromot is ott vettük, és az a neve, hogy... De az, ahogy senki nem finanszírozta volna meg. Na mindegy, akkor hagyjuk. Azért egy ilyen reci kicsenédet elfogadó. Bármikor, így van. Na mindegy, akkor szóval igen. De amúgy tejmét, ezek a reszettek. Tejmét tessek hozzá olajat, ja, jó? Szerintem tegyél. Kevés megtalálom. Mindegy, szóval igen, szóval ilyen... Tényleg az, hogy amúgy... Tehát jobb is lehetett volna, én azt érzem. Mert hogy alapvetően, hogyha elolvasta az ember a fülszöveget, akkor így nem számít egy rossz sztorira. De tényleg az is lehet, hogy nekem itt tök más koncepció van a párkapcsolatokról, mint ami ezekben a könyvekben van. Mozog a méz, apa. Szaladni akar. Lejjebb veszük a víz hőmérsékletet. Ez finom erdei méz, magas cukortartalommal, ezért hamar ikrásodik, kristályosodik. Muszáj egy picit meg vízfürdőztetni. Ja. Most nagyon lehet. Szóval azt találtuk, hogy a legegyszerűbb módja az lesz ennek az egész pácolásnak, azaz mit írt marinálásnak, hogy ha sütőzacskóba tesszük a húsit, ráöntjük a pászlevet, mert akkor jól össze lehet majd keverni, meg ebben jól meg lehet sütni, illetve tettünk még bele mézet, meg citromot, mert úgy éreztük, hogy még kell bele. Meg a citromokat lehet, hogy mindjárt lejjebb ütőzzük rajta. Szóval bepácoltuk a csirkét, és az most egész éjszaka a hűtőben ott fog állni, a saját levében.
és akkor holnap ezt kisütjük, és ezen kívül még van egy süti vagy desszert valami, amit el fogunk készíteni még, de azt majd csak holnap ebédhez. Szóval folyt köv. Vágás! Mondjuk a citrom nagyon egy helyre gyűlt. Nem baj. Kihasználták a gyülekezés szabadságát. Így. Kivettük az acskóból, hogy piruljon. Pirul a tanta. És közben vannak itt asszisztenciák is. Ezt le akarom mérni, hogy ez mennyi. Ah, töké, 50 gram kell, apa. Ez 56. Ez így lett kitalálva. Na. Jó, a sütőt nem melegítjük. Üsd egy tálba az egész tojásokat. Mindegy, most össze van fogva, mert borzatosan áll. Még érzem a számban a málnás süti ízt. Szóval megcsináltuk a húsit, meg megcsináltuk a málnás sütis cuccot. Mind a kettő nagyon-nagyon finom lett, úgyhogy apa pont mondta, hogy ezt a pácot, amiben a húsit tettük, ezt máskor is megcsinálhatjuk. Meg ez a süti is nagyon jó. Nem bírtuk megvárni ugyan, hogy kihűljön, bár meg kellett volna. Szeretjük a sütit, na. De mind a kettő nagyon-nagyon finom volt. Úgyhogy, ami receptek ebben vannak, azok jók, úgyhogy mert szerintem próbálgatunk lehet másokat is, mert ez bejött. Mind a kettő. Ez a süti nagyon jó. Főleg, hogy a háromnegyede körülbelül málna, és én nagyon szeretem a málnát, és akkor még ez a kis tészta rá lett finom. Nagyon finom lett, úgyhogy ez egy nagy win a könyv részéről ezek a receptek, mert nagyon jók. Tényleg ez a húsinak is. Nagyon jó volt a pálca, már mikor betettük sülni, nagyon jó volt az illata. Illetve, ahogy a citrom összesült a fűszerekkel, és azt utána elrágcsálni. Nagyon jó cucc, az volt a legjobb része egyébként. Amit még akartam mondani, hogy ugyanez egy férfi név, és olyan franciásan hangzik, és az van a könyvekben is, hogy ő egy francia férfi. Én úgy néztem, hogy Mojon is, meg Goodreads-on is az van írva, hogy ő egy német nő álnévem. Elvileg. Mondom, a receptek nagyon jók benne. Ha a történet engem annyira nem is nyert meg magának, a hasamon keresztül vezet nekem is egyébként az út, mert nagyon szeretek enni, és nagyon szeretem a finom dolgokat, úgyhogy ebben meg vannak finom receptek. Most, hogyha nem lennének ilyen nagyon speciális dolgok, mint a bárányborda, meg ilyenek, akkor lehet másokat is kipróbálnánk, de mondjuk ez a vérnarancsos csokis cuccot, ami benne van abban a főmedűben, azt is szívesen kipróbálnám, mert ehhez se kell nagy dolog. Szóval szerintem ebből a könyvből még biztos fogok sütni. Sütni jobban tudok, mint főzni. Meg többet sütök, mint főzök. Nekem az valahogy egyszerűbbnek tűnik. Úgyhogy szerintem a sütiket majd még kipróbálom, vagy a desszerteket majd még kipróbálgatom belőle.
máskor is, meg ezt meghagyom benne a cetlitam egyeshez, vagy mi a málnáshoz, mert ez finom volt. Úgyhogy ez lenne Nicholas Barreau-tól a Nő mosolya sorozat. Remélem tetszett nektek ez a videó, egy kicsit másfajta volt, mint amilyen szokott lenni, úgyhogy remélem nézhető is volt, meg élvezhető is. Kicsit macerás úgy sütni, hogy közben fölveszem, de ha gondoljátok, és szeretnétek, és legközelebb is sütnék ebből, akkor azt is fölvehetem. Ha van rá igény, írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.